Hello srácok, ez a Gaming is Fun. Nagyon örülök, hogy megnézitek ezt a videót, ugyanis rendkívül sokat dolgoztam, és még fogok is vele dolgozni, mert hát eléggé, hogyha igényesre akarom, akkor ez időigényes is. Lényeg a lényeg, hogy a véres november hétről fogok beszélni. A HCV idényzáró, vagy hát évzáró gálája volt, amiről azt kell tudni, ha esetleg új vagy a magyar pankráció világában, hogy az olyan a HCV-nek, mint mondjuk a WWE-nek a WrestleMania, szóval nincs annyira, nem ugrik annyira ki talán semmilyen szempontból a többi gála közül, mint a WrestleMania a többi WWE PPV közül, talán csak annyiban, hogy ezt rendezték meg a legtöbbször, immár 7. éve. És hát ugye ezt november 5-én rendezték a Pataki László sportcsarnokban, és ugye Miskolcról elindultunk körülbelül 2:45-kor, és úgy volt, hogy 4-kor van az, hogy a jump-in jegyeseket beengedik, az, hogy 1 órával mindenki előtt bemehetsz helyet foglalni, meg megnézni, ahogy összeszerelik, gondolom, még akkor a, hát ha nem is a ringet, de mondjuk a Titantront vagy valami. És hát aztán 5-kor volt a kapunyítás a rendes normál jegyeseknek, és elvileg 6-kor kezdődött a gála. Igen, és be is értünk Pestre körülbelül olyan 17:30 felé, már az Arena Plaza környékén voltunk, és aztán ott ki kellett menni valami H betűs útra, elég széles, ilyen 4 sávos vagy még több út, és arról kellett volna menni a Tali Kálmán utcára, ahol a Pataki László sportcsarnok van, de olyan sötét volt már 17:30 felé, hogy egyszerűen nem ismertem fel azt az utcát, ahol le kellett volna kanyarodni, amit egyébként már körülbelül 3-szor is voltunk ott a Pataki László sportcsarnokban HCV gálán. Hát most ez nem sikerült, úgyhogy egy kicsit odébb kanyarodtunk le, és ezért időt is vesztettünk, meg nem is nagyon tudtuk, hogy hol vagyunk. Azt tudtuk, hogy a közelben van, csak azt nem, hogy merre. Mert egy-két háztömbbel tévesztettük el, igen, csak mi megnéztünk vagy 4 utcát, 4 felé elindultunk, és persze a legutolsó irány volt az, ami tényleg jó volt, úgyhogy már amikor mentünk az utcán, kihallatszódott a HCV csend és doktor hangja, aki egyébként nem ringspeakerként volt ott ezen az estén, csak ő nyitotta meg a showt, ami egy nagyon jó döntés volt, mert doktor, az doktor. Most ezt nem fogom magyarázni, de ez egy nagyon jó döntés volt szerintem, és legalább ezt elmondták egyébként, tehát én akkor még nem voltunk bent, és a jegyeket ugye lekezelték, adtak ilyen dolgot, és hát aztán Pető Patrikhoz és egy másik barátomhoz, Aurélhoz mentünk be egészen középre, úgyhogy biztos volt, aki ideges volt ránk, hogy köböm már az entranszok mentek az első épp, azt hiszem Wellington vonult be, igen, a Wellington vonult be, és mi akkor tök utolsóként érkeztünk, és legközépre a legjobb helyre mentünk, mert Patrik és Aurél foglalták nekünk a helyet, amit nagyon szépen köszönök, mert hogyha ezt ők nem teszik meg, akkor körülbelül a lelátó legtetején lévő ilyen folyosószerű valaminek a 5. sorából lehetett volna nem néznünk, mert onnan nem lehet látni. Szóval ez nagyon kellett nekünk most, hogy ők foglalják, úgyhogy innen is köszönöm nekik, pedig már párszor megköszöntem. És hát leültünk, ami egyből szembe tűnt, hogy annak ellenére, hogy nem adják ezt a gálát élőben, streamen, nagyon sok kamera van, a megszokottnál talán több, és
Volt egy, hát nem tudom, hogy volt kettő hardcam is, vagyis olyan klasszikus hardcam, ami fent a lelátón, olyan nem volt, viszont olyan volt, ami a kettő is a ring két oldaláról, ami nem mozgó kamera volt, és olyan eddig még talán csak egy volt, de nem biztos. Aztán a másik dolog, hogy volt Titantron, amit eddig még csak WWE-ben láttam, vagy TNA-n, vagy ilyesmi, és hát volt már a HCV-ben is régebben, de mióta én nézem, azóta még nem, és ezért én nagyon örültem neki, hogy azon láthattuk az egyébként megújított entrance videókat, de azt mondjuk megcsinálhatták volna, hogy legalább ott az arénában lássuk a kivetítőn a kameraképeket, mert voltak olyan dolgok, hogy jól lett volna néha felnézni a Titantronra, például Chris Wilson dive-jára gondolok, moonsault-jára, hát a karzatról moonsault-olt Matt Cross style-ban, vagy Icarus style-ban, úgyhogy, de egyébként ez nem olyan nagy gond, csak egy picit ez még jobban lehetett volna a helyszíni technika. Akkor mielőtt még elkezdeném a meccseknek a véleményezését, vagy hát nem tudom, hogy mondjam, a kárdot. Még előtte annyit el szeretnék mondani, hogy nagyon durván sokan voltak. A Pathanyi sportcsarnokban, ugye tavaly, nem tavaly, idén, január vagy februárban volt az áttörés, óta vannak a gálák, kivéve vagy kettő nyáron, ami nem ott volt, és én ezeken mindegyiken voltam, kivéve a Vendettán, ami június 11-én volt, és azon se voltak ilyen sokan, és amiken én voltam, azon se. Tehát nagyon érződött az, hogy ez nem egy úgymond átlagos gála, bár olyan nincs nagyon a HCV-ben, mindegyik különleges valamiről, és egyedülálló, de érződött, hogy ez bizony a véres november. Nagyon durva szik volt az, hogy nem az, hogy üres hely nem volt, hanem a lépcsőn ültek, akkor a korláton, hát tehát olyan helyeken alakultak ki sorok, ahol egyébként se szék, se semmi, csak ott meg tudtál állni, és ott álltak, mert már máshol nem lehetett. És szembe is minden, nagyon-nagyon jó volt látni azt, hogy ilyen sok embert érdekel a HCV, és hát remélem, hogy ez a jövőben még több lesz. Na nézzük a meccseket. Tehát az opener meccs, amit egyébként én is openernek tettem volna, az a Fatal 4-Way Revolution bajnoki címmeccs volt, Zafar Amin, Chris Deitz, Chris Wilson és Ted Wellington, aki akkor a bajnokként jött még be. Ugye Deitzt kísérte Candy. Ja, talán nem volt ott a meccs alatt, szóval mindegy. Wilson nem kísért senki, Zafarral volt Kenza, és Wellingtonnal pedig Victoria, és hogy is mondjam, fú, milyen köcsög lennék, ha azt mondanám, hogy a nővérke, vagy a nővér, vagy valami ilyesmi, mert ugye már nincsen doktor, már csak ez a másik pali van, a Önansz bejelentő emberke, nem tudom, hogy hívják, de mindent elbocsol, mindent elront. Egyszerűen nem akarom bántani, mert tudom, hogy nagyon szar, meg nagyon sok ember előtt kell beszélnie, de hogy nem hiszem. A Arrows of Hungary-t elrontotta a múltkor, nagyon sok mindent elrontott. Most is első meccset fogja, Chris Dice, Victoria kíséretében. Nem. Candy. És hát az elég gáz volt. Aztán kiavította, mert Dice próbálta úgy csinálni, hogy ilyen félig meddig, mintha belett volna ez búkolva, nyilván nem volt, de egy kicsit mentett a helyzeten, úgyhogy kiavította, úgyhogy annyira durván nem volt gáz, mint lehetett volna. Aztán a meccsen többször is volt olyan, amikor Chris Dice és Chris Wilson volt mondjuk egymás ellen, hát hogy is mondtam, face to face, és akkor kiabálták, hogy let's go Chris, vagy valami, és akkor igen, mutatták, hogy de melyik. Hát az amúgy elég jó volt,
És ja, mert ugye mind a kettőt Krisznek hívják. Aztán Zafar csinált pár ilyen ollórúgást, hú, nem vágom, hogy hívják. Arthrus is szokta, meg Booker is csinálta, de most nem jut eszembe sajnos, mindegy. Aztán mi volt még? Wellington Dice-nak a fejéhez kártyát oda tűzött tűzőgéppel. Utoljára tűzőgép a tavalyi véres novemberen volt, akkor Icarus tűzögette valakinek a fejét, vagy az ő fejét tűzték. Nem tudom, sajnos, bocsi. Nem tudom, az az igazság. De Icarus benne volt, az biztos. És szóval oda tűzte így a kártyát, és így mutatta, hogy az ott volt rendesen a kártya, oda volt tűzve, aztán valahogy letépte, vagy nem tudom. Szóval elég szik volt, ömlött is a vér Durván Dice-nak a fejéből. Aztán volt Wilsonnak egy nagyon szép balcony dive-ja, vagyis a karzatról lemonsaultolt. Aztán pedig Dice megnyerte az övet, legyőzte a másik három versenyzőt, és ezzel ő lett az új Revolution bajnok, és nem vágom, hogy mi volt az utolsó spot, a finish. Na mindegy, sajnos kicsit emlékezett kiesésem, nagyon elég keveset aludtam, mert hajnal 3 felé értünk haza. Utána, a meccs után volt egy kis promója Toninak, amit sajnos nem nagyon hallottam, nem tudom miért, olyan furcsa volt a visszhangzat, vagy nem tudom, de ha jól vettem le, az volt a lényege, hogy Tony elválik Dice-tól, és ja, nagyon nagyon preach love volt. Ja, hogy most már nem lesz Omen Express, mert most már Dice a bajnok, beérett, mint egyéni birkózó, és most már nem kell félnie sose senkitől. Jött a War Match, a Tag Team bajnoki címek első számú kihívói jogáért, amiben benne volt az Őserő, a Spártai Légió, Audrey Bride és Michael Nuts, Angel Fire és Blake Steamer. És nagyon jó volt az, hogy a például Angel, nem Angel Fire, Steamer, meg mondjuk a Spártai Légió ilyen különleges gírrel jött. Például Steamernek be volt festve a szakálla meg a haja vörösre, meg volt nála egy ilyen szigonypuska-szerű valami. A Spártai Légiónak, Marcus Mitra-nak, meg Yorgos Kolonisnak, meg egy ilyen hát ilyen harci katonai dolog volt a fején, ilyen kis vassörény, vagy nem tudom minek hívják ezt. Nagyon jól nézett ki, és ez is csak erősítette bennem a Big Gala feel-t. Tehát, hogy ez a véres november, és nem átlagos, még a bevonulások sem átlagosak, nagyon jó volt. A meccs, hát volt benne pár bocs, ilyenkor általában szokott is lenni. Ami spot nagyon emlékezetes volt számomra, amikor Angel Fire megkérte Otto Bírót, hogy segítsen neki old school-osan, mint Undertakernek van az old school mozdulata, úgy felmenni a felső kötélre, és onnan moonsaultolt. Ez egyébként valószínűleg azért volt, mert lehet, sőt biztos, hogy egyedül ilyet nem tudott volna Angel Fire. Mondjuk az nem gáz, mert egyébként nagyon kevesen vannak, akik meg tudják csinálni, hogy segítség nélkül gyalogolnak a kötélen. A Cruiserweight Classicban volt nyáron egy olyan pali, aki ezt megcsinálta, bár már azt nem vágom, hogy ki. És megvolt ez a dive. Egy kicsit mondjuk az furcsa volt, hogy tényleg a bíró segít a versenyzőnek. Azért ez egy kicsit ilyen meredek volt, tehát hogy oké, hogy nekem se gáz, meg aki kayfabe-bel nézi, annak se gáz, de akkor mondjuk aki kayfabe-bel nézi, megkérdezhetné, hogy ezt hogy szabad. Ahogy én is megkérdezem, hogy ez egy kicsit furcsa volt, hogy a bíró segít valamelyiknek. De face volt, szóval nem fújolták, vagy ilyesmi.
jött az RP Tyson vs. Makai Renátó meccs. Makai Renátó ugye egy HFC-s MMA-s hát birkózónak hívják őket is. Legyen, nem hiszem. Hát ilyen fighternek, ilyen MMA-s kettőharcos. RP Tyson már a meccs, akkor kapott egy-két ütést Renátótól Top Mountban, amikor így féltérrel így fölötte van, és így püföli az arcát. És az a vicces, hogy a homlokára egy ütés se ment, mindig csak ide, vagy még az se. És erre megfordul RP, és mondom, csak ne pengézz, mert nagyon gáz. És fogja, dír, felvágja a homlokát, mondom, ez egy kicsit... Jó, én direkt figyeltem, nem az. Csak, tehát nem ütötte a fejét ott, pláne egyáltalán, minek kellett pengézni. Meg egyébként is oké, hogy véres november, de most nem kell, hogy minden meccsen mindenképp folyjon a vér. Egyébként is elég hamar elállt. Mindegy, elföltöt is kapott, ha jól emlékszem. És aztán úgy nyert, hogy egy roll-up-pal. És ez ilyen upset victory volt. Elég jó buk volt, bár egy kicsit ilyen... Hát a kárnak a legérdektelenebb meccse, bár RP továbbra is szórakoztató. Aztán a szünet előtti utolsó meccs, az egy hardcore, hát ilyen mindegyik hardcore meccs volt elvileg a kárdon, kivéve az RP Renátó, de ez ilyen rendes durván hardcore meccs volt, a bizonyítani kívánó Cortez Corvus ellen, és hát a meccs végére egy kicsit nekem az volt a bajom, hogy túl hosszú volt a meccs, és mondjuk a végén a deathmatch meg túl rövid volt, szóval ha ezt a kettőt inkább ellentétes irányba tolják, lehet jobb lett volna. Jól lejött az a sztori, hogy Cortez nem adja fel, underdog, de küzd, és Corvus pedig, ő pedig ez a kocsmai bunyós, és hát a végére már nem akarta elhinni, hogy a szögekbe dobja bele Cortezt meg a asztalba, ami egyébként összetört attól, hogy ráfeküdt Corvus, ami elég durva volt. És hát a végén Cortez ugyancsak roll-up-pal nyert, amit most realizálok, hogy egymás után két roll-up win volt. Na, végre láttam valami újat. aztán úgy volt, hogy úgy nézett ki, hogy Corvus itt most nagyon híleskedni fog és sarkon fordul. Ami a heel turn, ugye, de nem, mert azt lehetett hinni, hogy megüti a sörrel, amíg ünnepel, de nem, mert adott neki sört, kocintottak, igaz, hogy jobb lett volna, ha egy kicsit durvábban, Stone Coldosan, de így is jó volt. Aztán jött a szünet, ahol megcsináltuk az első videó bejelentkezésünket. Na hello, itt vagyunk a HCV véres november héten, azt akartam mondani, csak ez egy napos, nem hét. Úgyhogy itt van mellettem Pető Patrik, akinek a nevét már említettem az egyik karriermódos részben. Neki köszönhetem a Codebreaker ad a Noveres kis logót, és még egy másik ismerősömmel, vagy barátommal, Aurélral ülünk itt. És hát köszönöm nekik, hogy foglaltak helyet, mert eléggé késve érkeztünk, ezért akkor nem is csináltam semmiféle videót, klippet. Most fél idő, szünet van, és ami egyből bejöttünk, és megláttam, az a... Látszik, Titantron van, kőkeményen, és az a durva, hogy ilyet nem nagyon láttunk eddig még HCV-ben. Szegedi Supershow volt talán? Nem, meg amikor a régi nagy arénában. Igen, szóval, ja, nagyon jó, hogy ilyen minél jobban fejlesztik, egyebek, pár meccs ment le, talán egy-két emlékezetes pillanatot, Patrik. Hát ez a Ron Corvus meccs vége, ez eléggé érdekes. Igen, ez nagyon jó, tipikus ilyen két, hogy is mondjam, kétfajta érzelem, mert ugyan sokan inkább Corvusnak szurkoltak, de a book az elég jó volt, hogy ugye ez a underdog karakterét erősítették Corteznek, és hát nagyon várjuk a folytatást, amiben Glassport meccs lesz, ami nagyon durva lesz, deathmatch, Young Lions debütál Magyarországon, és hasonló jók, úgyhogy majd akkor is jelentkezünk.
Aztán a szünet után az első dolog az volt, hogy kijött Reddix, de senki nem tudja, hogy miért jött ki. Miért jött ki Reddix? Nem értem, hogy hozott volna mondjuk mikrofont, jó, mondjuk sose beszélt mikrofonba, vagy valamit, hogy látni lehessen, hogy nem csak azért jön ki, hogy célkeresztet tegyen a saját hátára, és hogy Renato megverje csak azért, mert így van búkolva, hanem kellett volna, hogy Reddix mondjuk, nem tudom, valamit csináljon magával, vagy valami open challenge, vagy tudom is, én nem érdekel, hogy tudom, hogy meg akarták veretni Renátóval, és le akarták szedni a maszkját, de hogy legalább annyi lett volna, hogy miért jött ki Reddix. Igen, és akkor beért a ringbe Reddick, szinte azonnal Renato nekiesett, aki mögötte futott, és ami durva volt, hogy Reddick is pengézett a maszk alatt, ha jól láttam, mi a szar? Jó, anyways, Reddicksnek leszették a maszkját, ami ugye a Lucha Libre meggyalázása, hogyha valakinek leszedik a maszkját, a legnagyobb híres dolog, amit Mexikóban el tudnak képzelni, és hát ez egy nagyon disrespektes dolog volt Renato részéről. Reddixnek pedig láttuk a nyomorult arcát és a nem fésült haját. És még a közönség találkozóra is úgy jött ki, ráadásul kayfabe-vel, mert rohadt szomorú volt, és furcsa, furcsa. Minden esetre nem tudom, miért kellett szegényről leszedni a maszkot, így még annyi karizmája sincs, mint azzal volt. Ez nem tudom, hogy fog folytatódni, kicsit érdekel, kicsit meg nem. A következő meccs az este egyetlen külföldi debütálása, vagy külföldi bookja, oké, hogy volt Angel Fire is, de úgy, aki nem állandó roster tag. A Young Lions jött Németországból, a GWF-ből, ami vicces, mert ezt se tudta kimondani a ring announcer, hogy GWF, hanem valami GWF-et mondott. Na, ez se nagy baj, csak hiányolom doktort, aki meg közben kommentárként üldögélt a technikai kuckó mellett, a Titantron alatt. Na, így, hogy kirédzseltem magam azon, hogy nem doktor, announcer, doktor Mark vagyok, közben rájöttem. Szóval a Young Lions vs. DD a csapatbajnoki címekért. Hát nagyon össze-vissza ugráltak ezek a srácok, ezek a német srácok, nagyon ilyen adrenalin bombaként, és ami nem lett volna gáz, csak nem tudom, hogy emiatt-e vagy valami, de egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy az egyik csávó 2 perce ment a meccs köbben, egyik csávó ott van a ring szélén, meghalva már, mint nem szó szerint, hanem úgy, hogy mindenki körülállja, meg a lábát fogja, és így, nem ám. Azt hittem először, hogy ez sztori szerint van, de megint rá kellett jönnöm, pont mint Nitronnál, hogy ez rohadtul nem sztori. Viszont talán még próbálták úgy eladni, hogy mintha sztori lenne, vagy nem tudom, kicsit vinni tovább a történetet, hogyha már így ilyen gyászos vége lett ennek a meccsnek. Egyébként a Kidnek, nem tudom milyen Kid, de jobbulást. Ő sérült meg, a térdével vagy a lábával volt valami. És hát, és így nyert a DD ilyen feladással, vagy visszalépés, vagy valami ilyesminek hívják ezt. Hát, ja, nyert a DD tulajdonképpen, és ők maradtak a csapatbajnokok. Viszont a Young Lionsnak a nem sérült tagja fogta, és adott valami mozdulatot, azt hiszem Dylannek, ami azért volt nagyon jó, mert hogyha így esetleg vissza tudják őket hozni, akkor lesz értelme, mert utána elvette tőle az övet, és felemelte, és hordozta meg minden. Az jó volt, és örülök, hogy ez tudja, hogy impro volt, és örülök, hogy ráadásul úgy, hogy nem is egy anyanyelvűek meg tudták beszélni ott impróban gyorsan, hogy egy ilyen spotot csinálnak még, mert ez sokat dobott azon, hogyha simán mindenki kimegy, a csávót meg kiviszik. Aztán
Jött az Icarus vs. Renegade Glassboard match. Mindenki veszi. Muszáj content a csatornára, Aurea! Soha! Léci! Soha! Oh, bitch slap! Azt mondja, jó volt, tesó! Ah, bebaszta! Ki nevetted? Sőn! Sőn? Úgy is látszalál majd zenét, nem? Nem tudom, meglátjuk. Yes? Aha. Nem tudom, hogy látjuk. And this match is presented by this stuff. Kávé. Úgy jobban bele fog megesni, hogy annak szége. Mi? Leülnek egymással és nézik a glassboardot. Na, az túl szízidám már. Nagyon szeretem, amikor Icarus a combján csapja azt, hogy ő kap. Jó, ő ilyen. Ne! Azok egy kis tapaszok az üzéhez. Most mit szeretünk el, hogy húhá? Big. Holnap még fájni fog, majd kicsit később. De azt most lehet. Csak seggel ne esd vele! Nem lesz fasza! Nem lesz fasza! Rip! Fej! Ne! Ne! Oh, ne! Tényleg tetszik! Ne! Hol a markout? Hol a markout, Aurel? Patrick, markout? Nagyon durvány markout, oh my god! Hamarabb kellett volna! Holy shit! Oh, Albert Oderio! Ez egy facemaster! Roundhouse kick, jó nem? Magad, ez? One, two! Ezek hülyék, bassz! Oh, de szép! One! Nem bírta! Túl sok hát, és itt ragadt ki! Mikor aztán mindig fejet kell vágni amúgy, ő ebből él. Kezd? Kettő darabban benne. Lec? Ah, köszi kérek. Gyerünk, Renegéd! Amúgy erősebb a nyaka, mint... Köp! Az mi lenne amúgy? A beton tömbökkel mi van? Hoztak egy csomó beton tömböt, mikor sorba álltunk. Igen. Egy csomó. Oh, Jesus! Jesus! Mi ez a szóval? Jesus Christ! Atya világ! Ki nyer, Aurél? Patrik. Renegéd. Olyan, úristen! Már rég halott. Mondom, Renegéd! Nagyon durva, geci. Picsába! Belebasszam! Kicsit mellé ment. De... Mindenhol van, figyelj, szóval tehát. Nem ment az... Amúgy az nem lesz, hogy keveredik a vér. Mármint... Nem, de ezt találják szerintem.
De amúgy KVP meg vérmérgezést kapott egyszer doktor. Aha, vitték a kórházba, mesélt szorítóban. KVP nem ismered, régen volt. Úgy hívja magát, hogy a Magyar Pankráció atya. Backsploder. Jesus! Ah, ez nagyon magas volt. Oh! Nem figyeltem ezt, hogy Icarus... Fuck you! Oh, shit! Holy shit! Jesus! Ezek bolondok! Úristen! Oh, azt a kurva! Úristen! Hányok a tüzét? Ihányom mindjárt! Jesus! Hát nem megmondtam! Hány liter vért folyt már ki? Megmondtad, hogy hány liter vért folyt ki? Atya világ! Amúgy a tavalyi véres novemberen is volt egyetlen egy glassboard sport, az is jó volt, az Corvus Dover nem volt. A finisher itt a Tatán Dover. Ne! Ezt mit ne, a arccal... Ne, tényleg ne! Biztos nem fogja. Biztos, hogy nem arccal, biztos, hogy nem. Megy a szeme meg az arca is vele. Szerintem sima izé double foot stomp a izébe, azt elmegyem meg. Igen? Aha. Elmegyem meg. Csak Miki fogja kapni. Miki, menj odébb! Miki, menj odébb! Oha, még csak tudott volna. Hát pedig... Power bomb! Oh! Jesus! Mondta, hogy renegéd! Most azt nem mondta, hogy Icarus meg kell tapsolni, mert lenni a pill. Jó, mondjuk ez. Ebben a meccsben. Köszönöm! Amúgy mekkora az Icarus? Ja. Várom, ennyi marad belőle. Hát, mint láttátok, nagyon durván véres és egyszerűen mocsok és fertő volt ott a ringben. Hát kellett hozzá egy idő, hogy megszokja a belem és ne hányjak. Kell a hardcore, azt már mondtam a előző videóban is, hogy ugye a HCV-nek az alapja, és kell a hardcore, az ennyire durva hardcore is kell, de mértékkel, és évente egyszer bőven elég egy ilyen durva meccs, mint például ez a Glassboard meccs volt, és nem értem, miért vállalnak ilyet, mert ezt tuti nem rájuk osztották, mint buka, ezt ők találták ki, hogy felvágjuk egymást, mint a vágási disznót. Durva volt, szik, hát kész voltam. Tehát Icarusnak a hátáról
Most láttok egy videót, amit az EZ után csináltam, a gála után a közönség találkozón. Ő is tett fel képet a hátáról. Nem maradt hátra, tehát így olyan szinten volt szétszaggatva, rongyosra volt, dobtak belőle a húzsarabok, olyan durva volt. Más kérdés, hogy a meccs az viszont rohadt jó volt olyan szempontból, hogy ilyet máshol nem látsz, csak itt, és ennek megint csak örülök, mert a HCV-nek a unik, vagyis egyediségét ez még tovább viszi. És a magyar pankráció hírnevét öregbíti ez a Glassboard meccs, amit egyébként még a HCV-n belül is elég ritka, nem tudom mikor volt utoljára, tudom, hogy már volt, de mióta én nézem nem, és nagyon szik volt, durva. Renögédnek pedig így beletaposta az üvegszilányba a fejét Ikarus, és így nem az, hogy így folyt a vér az arcán, hanem amikor így lefelé nézett, így ömlött, így teljesen így kifolyt belőle a vér a homlokából. Hát az durva volt. Négy üveg lapot törtek össze, ha jól emlékszem, akkor 2-2 arányban, úgyhogy Renegade kapta az elsőt. Jó, egyébként egy ilyen mozdulatnál mind a kettő megvágja magát, csak mégis van receiver vége a dolognak, meg olyan, aki adja a mozdulatot, és úgy emlékszem, hogy az elsőnél ott Alberto Del Rio finisherét kapta Renegade, aztán talán valami back body drop volt, vagy valami ilyesmi, és még a finisherre emlékszem, ahol ugye Renegade a finisherével, amit egyébként sajnos nem teszem be a neve, de az, amikor kitartja úgy, mint Sheamus a finisherénél, és így ledobja, azzal a glassboardba beledobta, 1-2-3, ennyi volt a meccs, és ami nagyon jó volt, és nagyon tetszett, hogy Ikarus azt mondta, hogy ezt nem érdemlitek meg, és bemutatott a közönségnek, nagyon zseniális volt, mert ezzel viszük tovább Ikarusnak a hírségét, Renegade meg már fész, és jó volt a heel Renegade is, de egy kicsit kezdett unalmassá válni, és most megint jó, hogy fész, szóval örülök neki. Aztán pedig takarították a ringet, de minek, mert egy nagyon jó koppány bemonulás után, ahol ilyen ős magyarnak beöltözött emberek játszottak ilyen nyenyere hangszert, vagy valami ilyesmit, és aztán koppány bejött nagyon durva ilyen fejessel, meg ilyen szörmékkel, meg természetesen a két övvel, és elkezdődött az utolsó deathmatch. Vágj, nem? Oh no! Mondtam! Azt is fejjel? Ó, persze, majd fejjel, mindjárt meg nincs is van. Nincs faszuk szerintem. Csak a TLB, milyen aranyos nátrészű. Oh. Nem meri! Ooooo! Oh. És jobban rá rajta! Ooooooh! Neee! Neee! Mi? Most table spot jön. Mi a szar ez? És mondtam, hogy hol vannak a húsvácák! Jó! Oh. Oh. A végén... Pali. Hello! Húj! Húj! Kicsit megtörölgeti legalább az arcát, mert már nagyon véres. A belem meg éhes. Miről nem van, gyarmos vagyok? Hoo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 
Dörzsöl is van. Kámos. Oh! Joy Raya! Table spot! Már de nem már a döbben.
A türk? Türk! Mit csinál? Roppan basszus! Kajak onnan akarsz, mint a Herindus ellen, izé, Ruszebbe. Hallod, az mi izé belement volna Otto, gyereknek vége. Oh, beleüti! Jó, de mondjuk a háta. Kiáll a hátából egy kis annál. Ez meg az. Abban meg koppázunk bele szerintem. Persze. Ez lenne a logikus most a... Bele kiholja a rám. Igen, nagyon bon. Mondta! Hát ez az előbb. Azért az ő hátából is áll. Az ő hátából is. Jesus! Ne! Ne! Ne csináld! Vég... És benne volt Oszkar! Úristen! Úristen! Ne! Nem áll! Nem áll! Még egy darab van jól lenne. Gyerünk már! Az a szar nagyon van. Jó, de menő volt ez a lapos lett. Na, az a jó érzés! De még a hasodat is csak, nem csak a hátad, az a baj. Kihúzza a lábát! Speed! Mondtam, beadja! Nem tört össze! Mindjárt Otto király volt! Ez nem, hülyeség nem, volt. Nem. Mit mondtam, hogy beadják? Nem már lehet, de? És megvan meg mind a két szeme. Ja. Tényleg. Még egy ilyen, és felkerülsz oda tovább. Ja ne! Ne! Ne abba már Dover, abba is! Dover, abba is! Spir! Ne kopogtam, az meg! Ez már izé volt. Vége. Gold meg. Minek iszik, aki nem bírja? Egy ilyeneket bukkol! Úristen, bele van állva a kezébe. Az jó lehet ide amúgy. Fejed, meg is már. Fejed. 4-4 elfér. Oh, ott van az új hardcore bajnok! Az úr! I just wanna make it sweat. Ez egy mocslék. Nitro. De miért? Nincsen kamerás, aki egyébként azt teszi. Ne! Ne szokhatok, mit mondtam, hogy jön? Nice!
Nitro! 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 That's meeting rolling, flip in the house! A feje az olyan. Nem csak a feje. A vizetése is. Pigáj. Csak legyen új finisseret, léci. Pedigree. Mert nem volt jó a Frogsplash? Nem volt jó a Frogsplash? Nem szeretem, hogy mindenki csinálja indie-be is. Amúgy igen, mindenki. Ja. Lehetne Phoenix Splash. Akár adnám azt legalább. Nem! Nem. Odaadja és felemére a kezét, hogy jaj, de aranyosan. Nitro! Kapitán! Arrire! Nesze! Hát egyéb! Kukkálni fog! Ne! Nem, eljék meg! Nem fogos! Kicsit! Ez így be van bocsolva egy kicsit! Valunk helyet! Nitro! Mi? Letöröm a kezdet! Justin Sack! Ja, úgy beszélve, jó! Spielke! Elég nagy pop volt! De Cornella nagyon jött volna megjelenik. És akkor most mindenki lesz a kopány. Menj haza! Hát ettől a meccstől egy kicsit többet vártam. Valahogy úgy érzem, hogy nem volt meg a spottoknak a súlya, nem tudom, lehet rosszul éreztem, de majdnem azt mondom, hogy no selling volt egy-egy durván hardcore spot után, és a másik pedig, hogy a tavalyi deathmatch a Dover vs. Corvus a ringdeszkákon meg sokkal durvább volt. Nem azt mondom, hogy csinálják azt, mert az undorító volt, és nagyon beteg. Mondjuk ez is az volt, és az előző is az volt. Hoztak be ilyen húspálcákat beleállítva egy dologba, asztal, rengeteg neoncső, aztán, mondjam, beton tömb, ilyen beton, amiben kiöntik a betont, olyan dolog. Hasonló, mint amiből a villanyoszlopok vannak, a kővillanyoszlopok, ilyen kis kockák. És hát ami megmaradt spot, elég sok megmaradt ugyan, de például amikor bele hiptosszolt a koppány Dovert abba a tüskés valamibe, és Dovernek a hátából kiálltak azok a tüskék, aztán amikor Dover az Ecolade-ben, amit egyébként Camel Clutch-nak hívnak, hogyha nem Rusev csinálja. Abban beleszúrta a húsvillát a koppánynak a homlokába, aztán pedig ostorral rácsapott izé koppányra, meg hitelt azzal Dover, vagyis a közönség fújalást hozott ki, hogy a magyar zászlót a seggéhez és a faszához dörzsölte, meg szitta a magyarságot, koppány meg épp az, hogy éltette, mondta, hogy magyarnak lenni dicsőség, és ez egyébként egy nagyon jó sztori volt így. Aztán még az volt, hogy felállítottak jól két asztalt, és rajta egy ilyen brutál neoncső össze, ilyen 3x3-as valamit, rászpírelte koppány, teljes erőből rászpírelte Dovert, mind a ketten ráestek az asztalra és a neoncsőre, és nem tört el a rohadt asztal egyik se a kettő közül. Mikor? Közben meg azelőtt meg fogta Corvus, ráfeküdt az asztalra, azt attól összetört.
Szóval nem volt az asztalma nem volt a HCV-vel ilyen szempontból. Ettől függetlenül az is egy jó spot volt. Utána talán már csak a végső finishre emlékszem, amikor Koppány belespirelte Dovert a hústüskés valamibe, és az nagyon durva volt. Dovernek a hátából rendesen, mint egy sün, úgy kiálltak azok a húspálcák, és pinnelte Dovert Koppány, ezzel megvédte a bajnoki címét, Otto kihúzgálta Doverből ezeket a húspálcákat, és Koppánynak is ide egy pont ide be volt állva, azt is így kitépte, nem, de hogy lehetnek ilyen állatok, nem hiszem el, hogy ezt nézem. És aztán pedig Dover hátba támadta Koppányt, betette az újdonsült finisherjébe a half-leg Boston Crab-be, amikor ez történt. Mint látjátok, Nitro, Maestro a Nitro visszatért, és nagyon nagy pop volt, én is nagyon megörültem. Igaz, hogyha figyelmesen hallgattátok a videóklip első pár másodpercét, halljátok, hogy tőlem, hogy beszélem Aurellal, hogy most fog jönni Nitro. És hát én végig a meccsen, amikor folyton a lábára dolgozott a kővel is azt ütötte meg minden, a lábára dolgozott Dover Koppánynak, lehetett tudni, hogy itt Nitro jön, de attól még a nagy visszatérés és a welcome pop az meg volt, welcome back pop az meg volt. Új szerelése van Nitrónak, új haja, és talán olyasmi volt ez, mint amikor Rollins visszatért. Rollinsnak is ugyanez volt a sérülése, vagy hát talán Nitrónak nem szakadtak el a szallagjai, de hasonló volt mindenképp a sérülése. Aztán ugye mind a ketten crossfitelnek, aztán mind a ketten épp bajnokok voltak, amikor megsérültek, aztán pedig mind a kettőjük bajnoki címét a Rumble meccsben nyerték meg, és most így tért vissza Rollins is, hogy egy bajnoki címmeccs után ütötte meg Roman Reigns, annyi, hogy ő hátba csinálta, ami egy kicsit a híles vonalát vitte, Nitro pedig szembe jött, felemelte a bajnoki övet, és hát nagyon úgy néz ki, hogy Koppány vs. Nitro feud lesz, bár én előtte még megnéznék egy Nitro Dover befejezést, és mondjuk addig Koppány meg elmehetne valamelyik külföldivel meccselni, mert egyébként meg jön kettő külföldi az áttörés nevezetű gálára, egyébként ilyen szórólapot osztottak ott, ami nagyon jó, hogy osztottak, mert nagyon jó. Ezt jól elmondtam, és igazából jön Lierro, vagy nem tudom ki ez, bocsánat, de nem ismerem, László Árpádot természetesen ismerem, ő a Hungarian Hero, és Dave Mastiff, róla is hallottam már, bár különösen nem nézek indit, már mint HCV-n meg esetleg még úgy nézek indít, hogyha van valami, mindig történik valami az indiben, azokat megnézem, de így, hogy na most én minden egyes adását, minden egyes gáláját megnézem a Progress Wrestlingnek, vagy a ROH-nek, olyat nem csinálok. És úgyhogy valamelyikkel e három közül meccselhetne Koppány, amíg Nitro elmegy feudolni a number one contendershipért Dover ellen. Aztán pedig jött a közönség találkozó, amin egyébként most nem nagyon beszéltem itt senkivel, Marcus Mitrával meg Jorgos Kolonisszal csináltam egy képet,
meg Dokival pacsisztam, bárfélel is akartam, csak mindig máshol volt, mint én, és azt hiszem ennyi volt, és még egy kicsit beszélgettünk Patrikkal és Aurellal. You are awesome. And you are Thank you. The future is now. Nem, srácok, gyerek már, csak szeretnék. A contentben bűcsöltünk. Igen, látod? Ő szereti, hogyha... Akkor én, Pető Patrik csak szóval. 500 Pető Patrik. Pető Patriknak. Kövessétek Instagramon Aurélt. Aurél. Köszönöm neki. Nem mondod ki, hogy Aurél. Aurélnek és PP-nek, hogy ma velük részhettem, mert nagyon jó arcok. És ja, remélem, hogy találkozunk még. Iratkozzatok! Subscribe! A gála után, amikor már kezdett megürülni az aréna, akkor csináltam pár felvételt, hogy mégis szedték szét a ringet, meg oszlott a tömeg, és hogy mi maradt ilyenkor ott a gála után. Na srácok, hát én úgy gondolom, hogy ennyi lett volna ez az élmény beszámoló. Nagyon hosszúra sikeredett szerintem. A pure anyag, amit itt felvettem, az 38 perc, de az csak amit itt, és a videó bevágások, a pre-tape-ek nincsenek benne, amiket így bevágogattam, szóval nem tudom, hogy hány perces lesz, de hogy egy napig fogom renderelni, az biztos. Próbálok majd jönni a videókkal, Rainbow Six Siege, Rocket League-et is szeretnék, Battlefield 4, aztán nem sokára jön a Watch Dogs, a W2K17 karriert pedig nagyon gyorsan folytatni fogom. De addig is gaming is fun, és sziasztok!